Hálás szívvel adjuk át a Svábhegyi Református Egyházközség parókiáját és gyülekezeti házát. Felszentelték a Svábhegyi Református Egyházközség parókiáját és gyülekezeti házát. Az átadón jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Pokorni Zoltán a Hegyvidék polgármestere, Balogh Zoltán korábbi miniszter és Soltész Miklós egyházi nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár is. A parókia felszentelés előtt tartott ünnepi istentiszteleten ígért hirdetett Bogárdi Szabó István, a Duna melléki református egyházkerület püspöke. Pokorni Zoltán polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az új épület is a közösséget szolgálja, a parókia felépítését a Hegyvidéki Önkormányzat is támogatta. Berta Zsolt, tiszteletes úr, és a Svábhegyi Református Gyülekezet mindig is támaszkodhatott a Hegyvidéki Önkormányzatra, meg is tette ezt egyébként. Még elődöm Mityán György polgármester úr idején, azt hiszem 50 évre ingyenesen kapta meg ezt a területet, telket az önkormányzattól a közösség, és hozzáláttak a templom építéséhez. Nem látták, hogy hogy fogják befejezni. Maguk se gondolták volna, hogy ennyire lelassul 2002-t követően a templom építés. De köszönhetően az adományoknak, többek között az önkormányzat támogatásának, mégis csak elkészült a templom, és büszkék lehetünk rá. Az új kétszintes parókia megépítéséhez a kormányzat is támogatást nyújtott. Az egyház és ezen belül a református egyház is elfogadja, hogy ő csak egy rész. Ő nem az egész, de mégis az egészért vállal a felelősséget. Az egészért van, és ezért kapjuk. Ezért kapjuk a parókiát, ezért kapjuk a templomot, ezért kapjuk a lelkipásztorokat, ezért érdemes óvodát építeni, ezért érdemes még sportolási lehetőséget is teremteni, mert hogy mindazt, amit a kormányzat az államnak támogatásként odaad, ez nem csak, és talán nem is elsősorban a tagság kapja, hogyha a tagság kapja, akkor a szolgálatra kapja. Soltész Miklós egyházi nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyebek mellett arról beszélt, most kétszer annyian járnak egyházi, felekezeti óvodákba, iskolákba, mint 8 éve, és az egyházak egyre nagyobb szociális tevékenységet vállalnak magukra. Mikor mi kormány részéről templomokat, közösségi házakat, iskolákat, szociális intézményeket építünk, vagy segítünk építeni, mi csak a keretet tudjuk megadni ehhez. De a lelki tartalmat, az egésznek az üzenetét, magyarság, Kárpát-medence, de hozzáteszem egész Európa szerte, csak önökkel együtt közösen tudjuk megvalósítani. Az új, mintegy 125 gyermek befogadására alkalmas óvoda a tervek szerint 2020 végére épülhet meg. Különleges zenei foglalkozás a Hegyvidéki Kulturális Szalomban. Most visszateszem a varázscsavart. A gyerekek nem csak a hangszerekkel ismerkedhettek meg közelebbről, de Bach szerzeményeiből is ízelítőt kaptak. Bódi Zsófia énekművész, zeneterapeuta szerint a barokk legnagyobb zeneszerzőinek művei különösen alkalmasak arra, hogy felkeltsék a kicsik érdeklődését. Én azt tapasztaltam, hogy olyan gyerekkel is, aki sosem hallgatott klasszikus zenét, vagy nem jellemző otthon, hogyha beteszek egy, akár egy szóló hangszerre írt Bach művet, akkor rögtön nagyon, nagyon megfigyeli ezt a zenét, és azt látom rajtuk, hogy elcsendesednek, figyelik ezt a zenét, és talán úgy mondhatnám, hogy az érzelmeiket mozgatja meg ez a zene. Jánosházi Péter csellóművész azt mondta, a klasszikus zenei műveknek a gyermekek fejlődése szempontjából számos pozitív hatásuk van. Nagyon sok személyiségformáló hatása van, illetve neurológiailag is az agyra, az idegrendszerre, a testi fejlődésre, a kis motorikus, nagy motorikus mozgásokra, számtalan hatása van, tulajdonképpen ezekről kötetek hosszú sora íródott. A Bach zenéjével kísért foglalkozást a Bach Mindenkinek Fesztiválhoz és a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves évfordulóját ünneplő programsorozathoz kapcsolódva rendezték meg.